és azt láttam utoljára, hogy fogja a ruhámat. És üvölt. Tegnap elmentem albérletügyben, miközben én néztem az albérleteket, és jöttem ki egy ingatlan irodából, rám telefonáltak a 18. kerületi gyámhivatalból, hogy a gyermeket azonnali hatállyal, ideiglenes elhelyezéssel elvitték egy órája a bölcsödéből, ahhoz a nevelőszülőhöz, akinél a középső lányom van. Aztán megkérdeztem az ügyintézőt, hogy és ezt hogy? Szóval, hát jöjjön be, nem megfelelőek a lakhatási körülményük, mert hogy egy munkásszálló nem megfelelő körülmény egy gyereknek. És akkor megkérdeztem tőle a telefonban, hogy ne haragudjon, de ha elfogadták akkor a munkásszállót, amikor beköltöztünk, akkor miért? Behívtak a gyámhivatalba, és szó szerint így elém lökte a papírt, hogy írja alá az ideiglenes hatályú elhelyezést. Mondom, szeretném előbb elolvasni. Szóval neki nem nagyon van ideje rá, maximum 2 percen van. Ahogy megfordítottam, 10 vagy 12 oldal a határozat. Eddig nagyon jól érezte magát a gyermek bent a bölcsibe, és tegnap feltűnően nyűgös volt, és feltűnően kapaszkodott velém, és kiabált, hogy anya, gyere. Aztán kiküldtek a dadus nénik, hogy majd megnyugtatják. 10 percig még üvöltött, aztán felfedezte, hogy a gyermekek körülötte vannak, elkezdett játszani. Ezt hallottam utoljára, és azt láttam utoljára, hogy fogja a ruhámat. És üvölt. Ez az utolsó képem róla.